Hölgyeim és Uraim, örömhír! Magyarország ismét előkelő pozíciót foglalt el egy nemzetközi megmérettetésben. A világországait péniszméret alapján rangsoroló listát tett közzé a From Mars nevű amerikai egészségügyi szolgáltató. Az első helyen Ecuador áll, ahol 17,61 cm-esek az erektált péniszek. Mondjuk az könnyű, mert a víz nem folyik se jobbra, se balra, így a fasz is csak lefelenő, nem kell egy életen keresztül szlalomoznia, meg harangoznia a két comb között. Hogyha mélyebben belevetnéd magad a pénisz fizikába, javaslom a korioliszerű tanulmányozását. A top 10-be utolsóként egyetlen európai ország, Hollandia hatolt be, 15,87 centiméteres hosszal, a második Kamerun aztán Szudán, Szenegál, Gambia, Zambia. De Laci, nem akarunk befizetni egy afrikai körútra? Hm? Nem. nem? Hogyan mérik ezt egyáltalán? Te, Péter, az Ervinnek 16,6, de egy kicsit simogatom, még hagyjavítsa az országos átlagot. Magyarország a 86 vizsgált országból a 28. helyen áll 14,99 cm centiméterrel. És komolyan, azt az egyetlen kis hongyafasznyi millimétert miért nem lehetett már hozzá hazudni? Hm? Amúgy az én tapasztalatom is az, hogy Magyarország telistele van nagyobbnál nagyobb faszokkal, az egyik kiemelkedő példánya a hosszú, de vékony fajtából való. Varga Viktor a napokban szájsebészeten járt, a beavatkozásról pedig képet is posztolt, a fotón a szájában turkálnak, és a metsző fogából épp egy bengáli fogférget távolítanak el. Hát, így jár az, aki Covid-járvány idején kilincset nyalogat. De hiába a kárőrvendés a sztori ennél sokkal egzotikusabb. Varga Viktor pár éve az indiai Varanassziban az utcát járt a szent emberek tanítványaként, ekkor fertőzhette meg a különös élősködő. Na, elhittétek? Ejje! A sztori még ennél is egzotikusabb. Kiderült ugyanis, hogy a különös élősködő maga Varga Viktor mert hogy semmi sem igaz az egészből, hogy őt idézzem, valójában ez az egész történet arról szól, hogy az emberek mennyire hiszékenyek. Egy hatalmas cisztát műtöttek ki belőlem, csak kíváncsi voltam, hogy meddig lehet ezzel elmenni, és a végletekig. Ami le van írva, vagy amit a médiában elmondok, az az emberek számára igaz. Úgyhogy ezzel a performanszal szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy nem kell mindent elhinni. Jó, ez a Viktor. Már megint beledöngölte az orrunkat a saját hülyeségünkbe. Mondjuk igaza van, tényleg nem kell mindent elhinni. Egy olyan országban, ahol a közszolgálati tévé, rádió, a nagy internetes portálok, az összes megyei lap egyetlen kézben futnak össze, ahol simán átmegy, hogy áldebreceniek mozgolódnak az akkumulátorgyár körül, ott bengáli fogféreg is mocoroghat Varga Viktor szájában. Áldebreceniek mozgolódnak a debreceni akkumulátorgyár elleni hangulatkeltők között. Hát igen, Varga Viktornak igaza van, óvakodnunk kell a propaganda médiától. Ezért sem értem, hogy miért szegődött el tárlatvezetőnek a terrorházába. Vagy hogy miért dolgozta át az Árpádapánk ne féltsd ősi nemzetet című adalt a Trianon Múzeumnak? Mert ez a fogférges dolog, eh, ez még oké. Okay. Tény, hogy a Varga Viktor nevű senki helyettesben nincsen semmi érdekes. Érthető, hogy fogja magát, és mint az a HéroSztratos nevű paraszt, aki csak azért gyújtotta fel időszámításunk előtt 356-ban az Efezosi Artemis templomot, az okori világ hét csodája közül az egyiket, hogy bekerüljön a történelem könyvekbe. Hát ő is időről időre előáll valami 14,99 cm-es dologgal, hogy írjanak róla aki esetleg azt hiszi, hogy túlzok, az nézze meg, hogyan próbált néhány éves márolni Monalizával. Most nekem ezzel a viszketegséggel nincs bajom. De az éredent a daléneklés igenis fáj. Elmondom, hogy miért. Ugye tudjátok, hogy mennyire tisztelem Tóth Gabit? Felnézek rá. Elvégre az, hogy egy popénekes állandó stíluskeresés, keresés, sok évnyi ezoetnoszarral kísérletezés, kereskedelmi tévés feltűnősködés után még a 35. éve beállta előtt Orbán Viktor ölében köt ki, az eddig csak az úszósapkában éneklés királynőjének sikerült. Gabi volt az egyetlen, akit úgy vettek fel a rocklegendák idős otthonába nagy Feru, meg zalatnai cini mellé teljes ellátással, hogy még az életmű hiányát is elnézték neki, erre jön ez a fogférges nerkullancs, aztán nekiáll áll a dalokat énekelni, és a végén ő is ott veszít majd a miniszterelnök úr évértékelőinek első sorában. Ha hogy képzeli? Elég nekünk egy tud, Gabi. Éh, Istenem! Miért nem tudok egy olyan országban élni, ahol a rockerek indiai droppartin összeszedett fogférge a true story, nem pedig az, hogy beállnak nemzeti rockernek? De hát ezek a mi lázadóink. Amint a hatalom elkezd hinni bennük, ők is rögtön elkezdenek hinni a hatalomban. Amúgy Gabi is azonnal 14,99 cm-es állapotba kerül, hogyha valahol tekintélyt érzékel, és hát a múlt hete igazán erős volt. Az évértékelő után néhány nappal már Adam is Anna jelenlétében énekelte a gyöngyhajulányt, és Adam is Annát az eseményről szóló posztjában valamiért édes Annaként emlegette. Papi, édes édesanno az egy kétszeres gyilkos megalázott cseléd. Aztán a jellemző szerény odaadással emlékezett meg a saját produkciójáról, amikor felléptem a színpadra és megszólalt a zene, úgy éreztem, megnyílt az ég, és én egy csatorna vagyok. Egy közvetítő, az isteni énekünk szólalt meg. Benne volt a szívem, lelkem ebben a produkcióban, és lehet furcsa, amit mondok, de nem csak Kóbor János hangját hallottam, hanem végig éreztem a jelenlétét is. Akár csak a NER, Gabi is biztosra megy, ő saját maga kritikusa is, ha dalol, megnyílik az ég. Az éneke pedig isteni. Aztán jött a szokásos gyászdiggerkedés, Gabi érezte a 2021-ben elhunyt Kóbor János jelenlétét. Hát, ahol ott van a jóisten, megnyílik az ég, és Gabi énekel, hát az a minimum, hogy Kóbor szelleme is tiszteletét teszi, nem? Ha csak nem Gamma van, ahová sem én, sem Gabi nem érünk el. Adam is Annának szerencsére tetszett a dal, a kommentelőknek már kevésbé, de hát nyilván teherautókkal hordja a provokátorokat a soros média az MTV a komment falára. Kellemes hallgatni, mint a ráspolyozást, köszörülést amúgy a kedvenc témámban, a gyászdiggerkedésben előző héten egyértelműen a Magyar Hírlap nevű NER termék vezetett, ahol pár napja hosszan méltatták és köszöntötték Jirzsi Mencelt, a legendás cseh filmrendezőt 85. születésnapja alkalmából. Néhány órával később aztán eltüntették a cikket. Mármint amikor jelezték nekik, hogy Mencel két éve halott. Hoppá, hoppá! Na de nem lenne Orbán Viktor egyik kedvenc lapja a magyar hírlap, hogyha nem hosszabbították volna meg a cikket 14,99 cm-rel bicskéig, és hamarosan a következő helyre, vagy hát kiigazítással álltak elő. Az alábbi cikkben Jirzsi Mencel születésnapjáról szerettünk volna megemlékezni, aki olyan nagy hatással volt a filmkészítésre. A szellemisége itt él velünk, ezért olyan, mintha ma is köztünk élne. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a rangos alkotó évekkel ezelőtt elhunyt, és amennyiben az alábbi erősen szubjektív megemlékezés esetleg azt sugalná, hogy ezzel nem vagyunk tisztában, ezért elnézést kérünk. Egyúttal a félreértések elkerülése érdekében néhány mondatot egyértelműsítünk. Érted? Szó sincs meg a ciki mellé nyúlásról, meg arról, hogy a propaganda médiában a tényellenőrzés elemi szabályait sem ismerik. A valóság dolga hozzájuk igazodni, és nem fordítva. De a 14,99 cm-es közéleti pozíció eheti győztese egyértelműen Ábrahám Robert nervlogger, aki meghalva az idők, vagy hát pontosabban Orbán Viktor szavát arról, hogy most már igazán békére van szükség, mentővet dobott a magyar könnyűzene olyan méltán elfeledett figuráinak, mint Király Linda, Bebe, Bedi a bestiákból, vagy Péli, ez most nem jött át barna, és semmit sem bízott a véletlenre. Először is elénekeltette velük a We Are The World című örökzöldet, amiről tudjuk, hogyha valaki nagyon jó ember szerepre vágyik, ezzel nem lőhet mellé. Másodszor telefont adott az énekesek kezébe rajta a szöveggel, így a feledékeny király Linda sem kerülhetett kellemetlen helyzetbe. Lényed, halt, ha ellen valaki Harmadrészt nem követte el azt a hibát, amit az eredeti alkotók, ők ugyanis a dal segítségével gyűjtöttek az afrikai rászorulóknak. Ábrahám Robert meg eh, nem gyűjt senkinek semmit. Mert hát az oroszokat pénzzel támogatni, hát az olyan izé lenne. Oké, okay, hogy Bencsik András nekik szurkol, de hát nehéz mit kezdeni azzal a tényjel, hogy ez a háború mégsem az ő területükön zajlik, szóval az orosz civil nem szenved. Az ukrán az igen. De hát az meg szenvedjen. Ha mit provokálja a védekezéssel Orbán Viktor barátját és a magyar nép jótevőjét, aki megvéd minket a veszélyes nyugattól, nem? Orbán Viktor is csak tovább fokozta az űrzavart. Néhány nappal az évértékelője után már azt posztolta, hogy ezt a háborút Oroszország nem nyerheti meg. Ha? Ha na hát. Most meg azzal van tele a sajtó, hogy hamarosan Kievbe látogat. Ha? Ha na hát. Remélem, talál majd ott valakit a senki földjén, aki szóba áll vele, meg aztán azért is aggódom, hogy a végén nehogy megint Moszkvában kössön ki. A fene se tudja már, hogy kitámadott ki támadott meg kicsodát, és az egész csak egy szláv belháború. Na, de félre az ukroszok vagy az orokánok érthetetlen vitáival, és koncentráljunk a lényegre. Elvégre itt az év híre, Kulcsár Edina és Varga Márk, vagyis a kulva becenéven futó páros összeházasodtak. Sok boldogságot nekik, szerelmük biztosan örökké tart majd. Remélem, az sem áll az öröm útjába, hogy a napokban több újság is beszámolt egy büntetőperről, amelyben arab országokba szállított magyar prostituáltak ügyét tárgyalják, és hát az iratok szerint Kulcsár Edina közvetítőként és közvetítetként is részt vett a munkálatokban. Jaj! A kulva házaspárra rájár a rúd, ugyanis GVM-ről is cikkeznek, aki már évekkel ezelőtt megfeledkezett a számlaadási kötelezettségéről, és kórházakra, meg iskolákra, na meg a nervárók gazdagodására szánt adófizetői pénzt aranyláncokra, meg autókra költötte. Remélem, hogy egyikütt sem végződik úgy, hogy hosszabb időre nélkülözniük kell ilyen egymást. Szerencsére... Varga Márk, GVM, kemény fiú és nem ijed meg semmitől. A nagy esemény előtt meg is üzente a nyilvánosságban Edinának, hogy egy hajat száll a többet ér, mint sokaknak az élete. Ö, e -e, izé, a jövőben igyekszem kussolni. Ezt tanácsolom drusámnak is. Azt sem mondom ki, inkább csak gondolom, hogy ilyet csak egy 1499-es mond. Jó, persze tudom, hogy végig azt vártátok, hogy kiderüljön a legfontosabb, vagyis hogy kik a péniszlista utolsó helyén. Az utolsó helyen kambodzsakullok fülét farkát behúzva 10,04 század centiméterrel, alig lemaradva Tajvan és a Fülöp szigetek mögött. Te, Laci, neked nincsenek ázsiai felmenőid?